A nők nagyon sok szerepet töltenek be az életünkben és a társadalomban. És nekünk, férfiaknak minden egyes szerepért külön-külön hálát kell mondanunk. Nekünk, politikusoknak olyan világot kell teremtenünk, ahol a nők nem csak március 8-án érzik ezt a hálát, hanem az évnek minden napján. Nekünk, KT is politikusoknak pedig meg kell mutatnunk, hogy számunkra a nők helyzete az nem csupán egy a sok kampány téma közül. Kérem szépen, nálunk nincsen női vagy nemi kvóta. Nem azért egyharmada nő a jelöltjeinknek, hanem azért, mert ez a teljes bensünkből fakad. Szeretném azonban felhívni például a figyelmet arra, hogy ma Magyarországon az azonos felkészültségű és ugyanolyan munkakört betöltő hölgyek 10%-kal kevesebb fizetést kapnak, mint férfi társaik. Talán sokan nem tudják, hogy az Európai Bizottságnak egyébként van egy 2010-2015-re vonatkozó nők és férfiak közötti egyenlőségi stratégiája, amely például kimondja, hogy egyenlő és egyenlő értékű munkáért egyenlő bérezést kell adnunk. Ki mondja azt, hogy nagyon sokat kell tennünk a nemi alapú erőszak megszüntetése érdekében? Ki mondja azt, hogy a nemi szerepeket újra kell gondolnunk? A KTI kiemelten fontosnak tartja a nők méltóságának és a jogainak a védelmét, és Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk. Azért vagyunk szerencsés helyzetben, mert nekünk van egy példánk, van egy példaképünk, aki megmutatta, már eddig is, az eddigi pályafutása során, hogy igenis lehet sikeres egy nő a magyar politikai életben? Akkor, amikor én a politikai pályafutásomat elkezdtem, és akkor éppen a rendszerváltás környékén voltunk, én nem gondoltam, hogy 2014-ben arról még szót kell ejteni, ami a női szerepvállalást jelenti, ami a nőknek a ö, hátrányos helyzetét jelenti, ami egyszerűen a női, szerepeket jelenti, elgondolkodtató, hogy 1990 óta soha nem emelkedett, illetőleg egyetlen egy ciklusban volt 11 százalék a nők aránya a parlamentben, egyébként mindig 10 százalék alatt volt. A KT néppárt programja, ahogy említettük, eddig ugye 10 pontból állt, ami kiegészült többek között abból, ami az ifjúságra, illetőleg a nőkre vonatkozik arra fogunk javaslatot tenni, hogy akkor, amikor a költségvetési tanács és az ÁSZ megteszi a maga javaslatait a parlament előtt a költségvetés felülvizsgálatára, akkor legyen köteles azt a szempontot is vizsgálni, hogy mit jelent ez a költségvetés női szemmel. A parlamentbe kerülésünkkor az első beadandó szabályaink egyike lesz azok mellett, ami a devizahiteles kérdésekben, pártfinanszírozás kérdésében, és egyéb olyan kérdésben, amit programunk is tartalmaz, a társadalom valamennyi tagja ügyeinek a szolgálata tartalmaz, emellett az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy ezt a költségvetés női szemmel történő felülvizsgálatára a javaslatot megtegyük, és köszönöm az országban mindenkinek, akik tett azért, hogy ez a társadalom valóban ö, valaha egy összetartó, békében élő társadalom legyen, és ne a megosztottság vegyen erőt rajtunk. Civil demokráciát rajtunk múlik.